Köszöntelek benneteket, nagyon sok szeretettel ezen a mai napon, itt a Völegénynek a házában, és örülünk annak, hogy erről a helyről indulhatunk, és kezdhetjük ezt a mai napot. Telve vagyunk örömmel, azért, mert tudunk örülni azokkal, akik igazán örülnek ezen a mai napon. Örülünk annak, hogy Isten jó hozzánk, Isten kegyelmes hozzánk, és ezen a mai napon egy házasságnak lehetünk a szemtanúi, és a mi szívünkben öröm van, hogy Isten bennünket is megajándékoz azzal, hogy lássuk a mi kedves Völegény testvérünket örülni, és látni az ő szüleit örömben az Isten előtt, hogy az ő gyermeküket az oltár elé tudják vezetni ezen a mai napon. Dániel, aki ma Völegény, és aki alig várja, hogy találkozzon az ő mennyasszonyával, örülünk annak, Dániel, hogy az Isten félelmet megkaptad ezen a helyen. Örülök a szüleidnek, és leginkább annak, hogy Isten szolgálatában és Isten rendelkezésére állnak, és azt a hitet, ami benned van, azt Isten a te szívedre helyezte ő általuk is. Boldog az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Hős lesz annak magva a földön, a hívek nemzedéke megáldatik. Gazdagság és bőség lesz annak házában, és igazsága mindvégig megmarad. Az igazakra világosság fénylik a sötétben, attól, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. Ez a Zsoltár arról beszél, hogy vannak olyan hajlékok, ahol Isten félelem van. Van olyan hely, ahol az Isten szeretik, és ahol keresik az Istennek a jelenlétét. És Isten ígéje azt mondja, hogy az az ember boldog ezen a világon, aki ezt elkapta, aki ezt megkapta. Hős lesz annak magva a földön. Tehát egy olyan hajlékban, ahol Isten félelem van, Isten hősöket ad. És te egy hős vagy, és Botond egy hős, azért, mert hősök voltak a szülők. Azért, mert imádkoztak a szülők. Azért, mert Isten félelemben nőttek föl. Szeretteim, ez a boldogságnak az útja. Ekkor vagyunk mi boldogok, amikor Istenhez ragaszkodunk, és amikor az élet perspektívánk és a látásaink megváltoznak, és Istenben maradnak. Úgyhogy én ezt kívánom neked és nektek és a kedvet családnak. Szeretnék imádkozni, áldást kérni az Istentől. To let the rest of our lives decide. Szeretnék is segítőtársad, hozzáívőt. Az Úr szólt így. És az isteni hatalom eredményeképpen teremtetett az asszony. Tisztán, jellemesen, szépen. Eképp végezte el az Úr, s teremtette az első embert, az első családot, az első csodát. Hogy fennmaradjon századok és évezredeken át. Tisztának, jellemesnek, szépnek.
It's an ooh day now. Don't refuse it, get used to it. I'm through with old ways now. I'm through with it, so get used to it, honey. It's not up ahead, it's right in front of us. It's happening. Now it begins. Bőségesen Istentől, a Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Attól, aki minket, vőlegeit és más népet megsegített, hozzátok békességesen megérkeztünk. Vőlegény nevébe szólok. Halljátok meg, amit mondok. Isten innen rendelt néki feleséget. Nagyon szép. El is egyezte őt a múlt esztendőbe, feszítül az ő karjára és szívére mindörökkel. Éppen ezért jöttem, néktek megköszönjem, őtet néki neveltétek, eddig gondját is eltétek. Istennek én hálát adok, ernektek erőt adok. Imádkozom is érettetek. Az Isten benneteket áldjon meg. Jó egészséggel, üdvösséggel, békességgel. Mint Ámos a proféta megírta a Szentírásba, nem járhatnak együtt ketten, csak szépen megegyen. Ezért kérem, nagyon szépen, jegyesít néki, adják ide, szépen kérem, hogy ő vele időségben, szeretetben, békességben éljen egész életében. Betöltjék Isten parancsát, legyenek együtt, világossá. És mint lábán is betűnt, nem mondhattak neki. Kérésemnek én is ideadok helyet. Remélnél, hogy választotok részen Amadokhoz képest, elbocsátan Naomit, nőnék jekintve. Mint élt egykor, Izsák Rebekával, élhetnek majd ők is boldogan egymással. You up and we'll head west to California and nothing less. We'll rent a little room on Vine, go to people's parties time to time. Yeah. Daniel fellélegzett és azt mondta, ez már az igazi. Ő ezt várta, őt várta. Isten jóságos és kegyelmes Isten mi hozzánk, és ünnepet ad nekünk azért, hogy ünnepelni tudjunk. És ez a mai nap erről szól. Isten ünnepre hívott össze bennünket. Úgyhogy bátorítlak és hívlak benneteket arra, hogy ünnepeljetek azokkal, akiknek a szívükben öröm van a mai napon. Naomi, örülünk neked, és a mai napon én Dánielnek a gondolatait is tolmácsolom feléd. Úgyhogy Dániel, nagyon örül neked. Vele együtt örülünk mi is. Te vagy a mennyasszony ezen a mai napon, és örülünk annak, hogy Isten áldott át ez benneteket. Köszöntjük a szülőket, Máriát és Sanyit. Örülünk annak, hogy fogadtátok Istennek a hívását, amikor arra kért benneteket, hogy otthont adjatok Naominak. És ti vagytok azok az áldott szülők, akik ezt a munkát végeztétek és végzitek. Bízzál az Úrban és jót cselekedjél, e földön lakozzál és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit, hagyjad az Úrra a te utaidat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.
felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Amen. Naomi egy azok közül, aki Isten előtt állva, Isten jelenlétében állva gyönyörködött az Úrban. És kérései voltak az Isten előtt. És az egyik kérés ez volt, hogy Isten rendeljen egy hozzáillő segítőtársat, és egy hozzáillő társat, aki mellette lesz. És nézd, Isten ígéje azt mondja, hogy megadja Isten a kéréseket azoknak, akik gyönyörködnek benne, akik szeretik az Isten. És mi látjuk azt, hogy Isten ígéje beteljesedik, szeretteim, mert Isten megadja, és megadta neki, és ezért örülünk mi is veled együtt, Naomi, ezen a mai napon, mert Isten megadta neked azt, amiért könyörögtél, és azt, akiért könyörögtél az Úr előtt. Legyen Dániel az Istentől jött világosság az életedben, hogy mindazok a területek, ahol eddig sötét volt, ami eddig bizonytalan volt, az legyen telve fénnyel, és legyetek egy olyan család, és egy olyan házaspár, akik telve vagytok mennyei világossággal. Szívemből ezt kívánom, és Isten áldjon benneteket. Köszönöm a szülőknek is azt a munkát, amit tettetek Naominak az életében. Azt a sok mindent, amit Isten rátok bízott, hogy az Isten szolgálatában álltatok, és most az oltár elé tudjátok vezetni a ti gyerekeiteket. Még mielőtt elkezdjük az éneket, szeretnék pár szót mondani. Kicsit nehezen jönnek a szavak. Sokat gondolkoztam, hogy milyen énekkel is tudja készülni a menyegzőtökre. Tényleg, ami úgy szívből is szólna, és aztán eszembe jutott, hát mi másról lehetne énekelni ezen a gyönyörű napon, mint a szeretetről. És ez köt össze titeket is, a ti házasságotokat, erre vágy minden ember. Erre vagyok minden ember, hogy szeretve legyen, hogy szeresse valaki, hogy szerethessen valakit. És azt kívánom, hogy ez a szeretet tartsa össze a családotokat, és az a hármas vonal, ami ma egybe egy szövetséget kötött, az sose szakadjon szét, és mindig minden vita felett, minden makacság felett, minden dolog felett legyen ez a szeretet, ami győz bennetek, és amivel mindig egymás felé tudtok fordulni. Prédikátor könyvében, ennek a negyedik részében, a 9. versében azt mondja az Isten igéje, hogy jobban van dolva kettőnek, mint egynek. És megkérdezhetünk azt is, hogy miért? Azért, mert azt mondja Istennek az igéje, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. És ha nem jó az embernek egyedül lenni, azt mondja, akkor teremtek hozzáillő segítőtársat. Kívánom, hogy Isten áldja meg életeket is. Szeretnék két dolgot megemlíteni, hogy miért jobb kettőnek, mint egynek. Az egyik elesik, akkor másik felsegíti. Kettőnek mindig jobb, mert azt mondja, ha örülnek, akkor mindig dupla az örömök, mert akkor jobban örülnek. Kettőnek jobb, ha nehézségek, bánatok vannak, akkor megoszlik a teher. De Jézus Krisztusnak csodálatos ígéretei vannak a két személy számára. Azt mondja az Istennek az igéje a Máténak, a Máté evangéliumának a 18. részében, a 20. versben, hogy mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok. Ezt is kettőnek ígére. Ha ketten közületek egy gyakorlaton lesztek a földön, minden dolog felül, amit csak kértek, majd megadja nekik az én mennyi atya. Ketten egy. Ez nem azt jelenti, hogy egyik az erősebb ráerőszakolja, vagy rá erőltet az ő akaratát a másikra, hanem azt mondja, a ti két akaratotokat alárendelitek a Jézus Krisztusnak, az Istennek az akaratának, és azt mondja az Istennek az igéje, azt mondja Jézus, hogy bármit, amit kértek, ha együtt vagytok, Isten alatt vagytok, akkor az Isten megadja ezt nektek. Ha ti mind a ketten ezt akartátok, és hiszem, hogy ezt akartátok, akkor az imádságotoknak ez a beteljesülése. Én is kívánom, hogy az Isten áldjon meg benneteket, legyen a további életetek is meghallgatott imádság által boldog, erős, gazdag és áldott. Dániel életében is
beteljesedett Istennek a beszéde, amit a teremtéskor mondott el, hogy annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. El szeretném mondani azt, hogy Noémi egy Istentől válasz az imáimra, hiszen bizonyára, akik szülők vagytok, aggódtok ti is gyerekeitekért, és imádkoztok. Tehát így van ez egy keresztény családban. És köszönöm a jó Istennek, hiszen ez egy válasz részéről az imáimra. Vajon ok nélkül mondja azt a Pál apostol is az Isten igében, hogy ti férfiak, szeressétek a ti feleségeiteket, amiképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Egy csodálatos példát adott nékünk a mi megváltó Jézus Krisztusunk, hogy hogyan is szeressük egymást. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, hogy legyen egy boldog házasság. Mit mond Pál apostol? Hogy a Krisztus lakozzék a ti szívetekben hitáltal, és a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megértessétek minden szentekkel egyben, hogy mi az Isten szeretetének a szélessége, a hosszúsága, a mélysége és magassága. Nem tudom, hogy milyen érzés lett volna az, amikor oda mentünk Noéminak a házához, és a vőlegé nem találta volna a mennyasszonyt. Vajon milyen szívvel, hogyan érezne Jézus Krisztus, hogyha te vagy én, nem készülünk az ő fogadására, nem várjuk az ő eljövetelét a vőlegének, hogy hazavigyen bennünket az ő országában, hiszen ez az élet igen rövid, telve nyomorúságokkal. Fogadjuk el az Isten kegyelmét. Azt kívánom, hogy a jó Isten a teremtéskor, amiképpen megáldotta az első emberpárt, úgy áldja meg a ti házasságkötéseteket az ő ingyen kegyelméből. Amen. Három dolgot, amit szeretnék mélyen a szívetekre helyezni. Az első az asztal. Egy szimbólum. Az asztal az egy szimbólum. Az asztal annak a helye, ahol együtt vagyunk. Ahol általában a család találkozik. Egy olyan hely az asztal, ahol ételt kapunk, eledelt kapunk, táplálékot kapunk a testünknek, de nem csak a testünknek, a lelkünknek is. Dániel, a te szívedre helyezem ezt. Felelős leszel egész életedben azért, hogy legyen egy asztalotok otthon. És most nem egy fizikai fára gondolok, nem egy tárgyra gondolok, hanem egy szellemi asztalról. Amikor megbeszélitek a dolgokat, amikor ételt kaptok az Istentől, a mindenhatótól. Egy olyan hely legyen ez, ahol találkoztok, ahol beszélgettek. Az asztalnál beszélgetések vannak. Drágább lett az idő mindannyian ma, vigyázzatok erre. Ma az embereknek nem pénzük nincs és kenyerük, idejük nincs. Pénzünk van, hál' Istennek, kenyerünk van, hála Istennek. Autóink vannak, hála jó Atyának. Megvan mindenünk, időnk fogyott el, az nincs. Nincs idő leülni a gyermekkel beszélgetni, mesét olvasni. Nincs idő leülni a férjeddel, a feleségeddel. Kommunikáció, beszélgetés, állandóan beszélgetni. Dániel, vigyázz, mert te amúgy is keveset beszélsz, de Naomi sokkal többet fog beszélni. Naomi meggyógyul akkor, amikor kibeszéli magát. És elmondja neked nagyon sokszor, lehet egy nap kétszer-háromszor is, meg kell beszélni valamit. És te nem érted, hogy mi olyan fontos dolog. És elmond neked öt mondatot, és azt mondod, hogy ez volt ilyen fontos? Igen, ez volt ilyen fontos. Legyen egy asztalotok otthon, és a második gondolatom, hogy legyen egy oltárotok otthon. Oltár volt az a hely, ahol Isten emberei megálltak maguk előtt, az Isten előtt, és áldoztak valamit.
könyörögtek vagy imádkoztak az Úr előtt. De ezt is szellemi értelemben helyezem a szívetekre. Kedves ifjú pár, legyen otthon egy oltár. Ez az oltár arról szóljon, hogy megálltok most már nem csak külön-külön, kell az is, továbbiakban is kell az is, hanem most már megálltok együtt is az Úr előtt, és elemzitek az életeteket és a házasságotokat az Úr előtt. Ez az oltár. Az oltár az Isten jelenléte a házasságban. Egy ilyen házasságot kívánok nektek, kedves ifjú pár, ahol az oltár nem hiányzik soha. 3 Mózes 6.12. Az oltáron lévő tűz pedig égve maradjon azon. Isten igen nem csak annyit kér, hogy oltár legyen, hanem hogy ott állandóan égjen a tűz. És ez azt jelenti, hogy a kapcsolatotokat az Istennel nem veszítitek el. A harmadik dolog, amire szükségetek van a házasságban, az a trón. Szükségetek lesz egy asztalra, szükségetek lesz oltárra, és szükségetek van egy trónra. Isten uralkodik a nemzetek fölött. Isten ott ül az ő szentségének a trónján. A trón, szerelmeseim, testvéreim, a döntéseknek a helye. A trón az a hely, ahol döntések születnek meg. A legnagyobb döntések ott születnek meg a királynak a trónján. Hogyha megengedjük, hogy a trónon trónoljon az Isten, hogyha elveszik tőle a döntéseket, azok a döntések, amik előtt álltok, fontosak, hogy jól hozzátok meg a döntést. Minden döntés nagyon fontos jól meghozni. De hogy ezeket a dolgokat meglássátok, és jó döntéseket hozzatok, oda kell menni a trón elé, az Isten elé. És kell engedni azt, hogy Istentől vegyétek el a látást, Istentől vegyétek el a döntéseket, ő irányítsa az életeteket. Ő megszólal az így által, ő megszólal az emberek által, megszólal egyének által, megszólal sok kijelentés és kinyilatkoztatás által, ami által be akar avatkozni és akarja vezetni az életeteket, a házasságotokat. Ne hiányozzon a trón az életetekből, de ne ti üljetek a trónra. Kívánom azt, hogy alkalmazzátok az életetekben a hétköznapjaitokban, és álljatok ott az Úr előtt, és legyen áldás az, amit tesztek, amit végeztek. Asztal, oltár, amikor odajöttök az Úr elé, és trón. Döntéseket elvesznek az Úr előtt, és Isten irányítja a házasságot és az életetet. Az Úr segítsen benneteket ebben. Amen. Van Isten, ő adhat szívet a szívnek, ő adhat fény sűrű énnek, ő ad ragaszkodást, ő ad egy barátot, ő adta a gyermekeinek a szent házasságot. Szent út ez, szent lépés, szent tiszta gondolat. Új egység, új család, mennyei hangulat. Mindez biztosítva, mindez néktek adva, ha vágyódó szívetek, Jézust is akarja. Kedves főlegény testvérem, az Úr előtt állva, Isten jelenlétében állva a gyülekezet előtt, szeretnélek megkérdezni téged arra, hogy kész vagy ezen a mai napon szeretetből és semmilyen más érdekből házasságot kötni Máté Naomival. Hangosan. Igen. Így már hallja mindenki. A te igened legyen igen egész életedre nézve. És a következő kérdésem feléd az, hogy kész vagy ezen a mai napon arra, hogy megígérd az Úr előtt, a gyülekezet előtt, a mennyasszonynak a szülei előtt, hogy egész életében hűséges, szerető társa leszel. Igen. Köszönjük szépen a te igenedet. Naomi, te következel. Kérdezlek téged ezen a mai napon, hogy kész vagy-e szeretetből és semmilyen más érdekből ezen a mai napon házasságot kötni Kunyadi Dánielvel. Igen. Igen, köszönjük szépen a te igenedet, és úgy, mint Dániel, kérdezlek téged is, hogy kész vagy-e arra, hogy a mai naptól kezdve hűségesen kitarts a te férjed mellett, szeretve őt, megbecsülve őt, és így élve egy áldott házasságban. Igen. Én Naomi kijelentem az élő Jézus Krisztus nevében, hogy Dánielt, aki mellettem áll, szeretem. Naomit, aki mellettem áll, szeretem.
Szerelemből megyek hozzá feleségül. Szerelemből veszem elő feleségül. Isten akarata alapján. Hozzá hű leszek, vele megelégszem. Vele szentülélek, vele tűrök. Vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében. Sem boldog, sem boldogtalan állapotában. Holtomig vagy holtáig, hűtlenül el nem hagyom. Hanem egész életemben hűséges gondviselője leszek. Hanem egész életemben hűséges segítőtársa leszek. És soha meg nem akadályozom őt abban, hogy Istennek szolgáljon. Gyermekeinket Isten akarata szerint nevelem. Róluk Isten szeretetével gondoskodom. Mindehet Istennek erejét. Megszentelő kegyelmét és áldását kérem. Amen. Amen. Egymáshoz tartozni, együtt gondolkodni, akarni, örülni, tenni, imádkozni, sírni és örülni, megtanulni, bízni, hinni. Ó, bizalom Istenem, költ szíveikbe, lelkeikben lakjál, béke fejedel. Életükben lép be, a házukban lakjál. És maradj ott! Ó, miért is ne maradnál, hisz terveket szőnek, és céljaik vannak. Bűnnek, gondnak, árnyak, kételynek fellegét űzd el, és süssön fényed rájuk. Ó, előtted fontos legyen, minden kis imájuk. Ó, Teremtő Isten, neved legyen áldott. Áldunk téged, mert te alkottad ezt a házasságot. Ámen. Hunyadi Dániel és Máté Naomi mostantól alkotják a Hunyadi családot. Hunyadi Dániel és Hunyadi Naomi, Isten áldjon meg benneteket. És a gyülekezet előtt és az Isten jelenlétében kijelentem azt, hogy ők mostantól házasok. Ők mostantól egyek. Költött íz volt jobban az első randi. Oh! Ki a határozottabb? Na, szóval. Itt kellett egy kis gondolkozási idő. Melyikőtök akarata érvényesül leginkább? Ez helyes. A makacsabb. Hát lesznek itt bajok, és ki szereti jobban a másikat. Jól van, köszönjük, hogy részt vettetek.
Szeretem, amikor a csendben csak egymásra nézünk, meg annyi idő után is képes vagyok még valami újat felfedezni szemeid tükrében, és annyira elvarázsol minden, amit benned látok, mert a lényed egész, ami hozzám simul át, oltalom nekem és békés megnyugvás. Arcod ívén elmeredve azon gondolkodom, hogy mennyire jó nekem így veled. Annyi igazság van benned, annyi szeretet, és ez az élet, ez a megfoghatatlan valami, ami belőled fakad. Szeretem, szeretlek. Szeretlek, mert nem ölelsz rám láncokat, és nem etetsz bolond kis hamis szavakkal, hanem minden egyes mozzanatod, minden egyes rám mosolygásod mutatja velem az igazi érzést. Így én sem léphek a bizonytalanság útjára, ahol imbolyogna lelkem és minden gondolatom aggodalmat hoz rám. Szeretlek, mert olyan vagy, akit már régen elképzeltem, akit már akkor szerettem, amikor még nem is ismertem. Szeretlek, mert tiszta vagy hozzám és szívvel ölelsz, ha félnék néha napján. Szeretlek, mert veled teljes minden egyes pillanat. Jó vagy hozzám, jó vagy velem. Ezáltal én is jó tudok lenni. Ha te nem volnál, valahogy másként el sem tudtam volna képzelni. De te vagy, pont te vagy itt. És ennél jobbat, szebbet nem is kérhettem volna soha. Szeretlek, te nekem legszebb lélek. Szeretlek, amíg csak élek.